Sziasztok! Ez itt a Revival GC újra. A mai napon egy különleges eseménnyel fogunk jelentkezni. Ez egy csapattorna lesz, egy 5v5 formátumban. Én Nice One Sam vagyok, és aki ezt levezényli ma velem, nem más, mint... Piotron, sziasztok! Akkor ismertesd a szabályzatot, hogy akik nézik, megértsék, hogy hogyan fog ez az egész zajlani. Most tehát azt láttuk ki, hogy akkor az egy 10 fős ötvéletemben van egy-egy csapatkapitány, akit mi választottunk. Ez a Félix és az Éjakták lesz ebben az esetben, és ők fognak draftolni csapatokat maguknak, sorba választhatnak majd embereket, de előtte el kell dönteniük, hogy ki kezdi a választást. Ezt kőpapírolóval fogják eldönteni, és aki nyeri a kőpapírolót, az eldöntheti, hogy ő akar először embert választani, vagy ha nem ő választja ezt az embert, akkor nem neki kell majd az első embert beküldeni. Ezt kicsit túlbonyítottam. Tehát, hogyha aki esnek választhat embert a csapatjának, tagnak, annak kell majd először beküldeni valakit abból a csapatból, mint játékos, és akkor ezáltal a másik csapatnak van esélye kapásból counterpickelni. Szóval van előnye is, Így meg van. hátrány is az elsőnek választásnak. És úgy vannak akkor a versenyszabályok, hogy minden játékosnak lesz két HP-ja, tehát egy HP rendszerre dolgozunk. Amíg van két HP-val rendelkező csapattag, addig egy HP-val rendelkezőt nem lehet beküldeni, tehát itt jó eséllyel mindenki majd tudni fog játszani. Ha valakit beküldtök, és az folyamatosan nyer, három nyerés után akkor is ki kell állnia, hogyha végig nyert. Tehát van egy ilyen streak limit. Úgyhogy, és ezen a ponton el is veszít egy HP-t, úgyhogy okosan kell azért válogatni az embereket, mert ha beküldtök valakit és kapásvármat nyer, attól még ugyanúgy el fog veszíteni egy HP-t. Kivéve, ha ő az utolsó ember a csapatban, akkor addig streakel, ameddig tud. És egy-egy ilyen beküldés esetén karakterlogban van az a játékos. Tehát ha leültetétek, akkor mindegyik meccsét már az a karakterre kell játszania, amíg ott ül, aztán amikor legközelebb beküldtek, akkor megint lehet másik karaktert választania. És maguk a szettek pedig FT2-esek lesznek. Nagyjából ennyi. Így van, szerintem nem hagyták ki semmit. Szerintem haladhatunk is át a többiekhez a másik voice-ra, és akkor kezdjük meg ezt a kőpapírról a játékot, meg esetleg akkor még rákérdezünk, hogy a szabály tiszta mindenkinek. Jó. Let's move. Jó. Sziasztok! Hello. Hello. Szóval első kérdésem az, már bejelentkeztünk, hogy a szabály tisztel mindenkinek, vagy van-e kérdés, akármi. Akkor azt még most tisztázzuk le. Nekem tiszta minden. Nekem Szerintem is. nekem is. Jó. Annyi, hogy amikor már kiválasztottál valakit a csapatba, akkor lehet-e vele beszélni a következő választásokról? Mármint, Persze. hogy az emberek. Jó. Igen, 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 igen. Szabad. Lehet, egyértelmű. Az is a taktika része, olyan embert választasz, aki jól ismeri a többieket, és akkor Ez így van. jó tippeket tud adni egyből. Ja. Ez fair game. Nos, ha mindenki tiszta, akkor én rajta vagyok FX-nek a képernyőjén, és megkezdhetitek a kőpapírollót. Rendben. Akkor FT1. Gombitampaj. Azaz. Kezdődik. Ez igen. De mi a mind game? Ah, igen. Oh. Akkor Egy-nulla. zétény. Akkor ez tény. Ennyi. Kísérem a streamet. Akkor most eldöntöttük, akkor Jó. kezd a Ez szép. játékos Ja, én választást. már készültem a másodikra. Nem fogtam fel, hogy Na, FT1. FT1, FT1. Ja. FT1 single elim. Szóval Jó. ugye az a hátránya az elsőként választónak, hogy neki kell majd először dönteni, hogy kit küldnek be a csapata, úgyhogy előbb lehet counterpickelni. Aha. Úgyhogy az egy akkor rád van bízva, hogy melyiket választod a két opcióból. Igen. Tehát, hogy Ha akarsz, azt, hogy én lemondhatsz. választok előbb embert, vagy pedig azt, hogy Más titnak választod embert. jó, Igen, ezt most én előtted mondom. szeretnék elsőnek embert választani. Jó. Ez a beszéd. És Prézlit szeretném választani. Okay. Akkor Rendben. Prézli az első pick. Akkor én szeretném választani a
Barnit. Jó. Akkor beszéltek Prézlivel a következő választásról? Nyugodtan, nyugodtan. Én addig úgy is töltöm ki a neveket. Akkor átmegyünk lobby egybe? Persze. De, titok lesz. Wow! Bocsánat, hogy valami keep your secrets. Tudjuk majd, hogy én a transzparenci híve vagyok, én itt maradok. Kicsit sajnálom, hogy ezt a felvételen. Ugye akkor úgy volt eddig a prick, hogy Prézli és Barni. Igen. Igen. Kicsit szerintem egyértelmű volt, hogy Zéakták a Prézlit választja be, mert ugye Zéakták az egy zatójátékos. És a Faust elég erősen tudja counterölni ugye az itemekkel az Edit. Úgyhogy semmiképp nem akart ellene játszani szerintem. Na de megszületett a döntés. Megszületett, Bazaltot szeretnénk választani. Na, tehát Bazalt. Jó, akkor Ajzava. Wow, oké. Okay. Pillanat. Okay. Titkolózunk még, vagy? De... nem, szerintem eléggé biztos. Csak... jól van. Hát igazából megkérdezem azért a csapattagjaimat, mert hogy nehogy... hogy inkább legyen együttműködés, úgyhogy menjünk át. Az nem is kérdez meg senkit, ő csak random rámutat valakire a lobbiba. Hát mert csanál. Ja, nem, átmennek a másik lobbiba. De szeretnétek egyébként, átmehetünk mi is a másik lobbiba megbeszélni gyorsan. Hogyha mert, na mindegy, gyertek át akkor. Istenem. Na, ennyit arról, hogy minden meg lesz. Ja, hát jó van. Nem baj. Tanuló pénz. Keep your secrets. Max, hogyha ad lesz itt a csend ezen a szakaszon, akkor kivágjuk. Hát. Na, itt már megszületett közben a döntés. De most nem a izé választ? Most még a másik csapat. Az egy dolog, de legalább döntöttek. Ha csak nem pikkelik el előlük. Meglátjuk. Akkor elmegyünk megint. Rendben, akkor a Sanyit szeretnénk választani. Hájjá. Ja, sáj. Akkor megyünk visszatervezni. Oszked team, gyerekek. Megyünk visszatervezni. Ajjájájá. Tehát most be kéne butónom akkor a gémet. Bár még úgyis lesz egy kis szünet a... Ja. Te is játszol, igaz? Már tudok. No. Én nem játszik. Nem, 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 nem. Meg Geri nem játszik. Jajó. Ja. I see. Mondjuk. Amúgy most, hogy így benn vagyok a Strive lobbyba, a lobby zené, vagy ez nem a Strive main menübe, elég jó izé hang, ez ilyen zene a, ez a pikkeléshez. Amúgy, not gonna lie. A következő embernek. Micsoda? Dani mellett döntöttünk. Dani? Oké. Okay. Akkor... a PTP. Jól van. Az utolsóra átjöttök megbeszélni? Mindig sem mindenki elment. Igen, hát azzal kellett volna kezdeni, hogy már itt indítsák el a srácok, a csapatkapitányok a külön-külön felvételeket. Igen. Hogyha átmennek, de nem. Ja, nem gondoltam rá, hogy... Hát igen. Azt hittem, hogy pikpak transzponensre lemegy, aztán jó van, de akkor... akkor tryhardkodnak. Igen, nagyobb lett a mindgame, mint gondoltuk.
Tehát így is vágni kell majd amiatt, hogy összekerjeszteni ezt a szakaszt majd a későbbiekkel, szóval szerintem ezt így egyszerűen lerődítjük, úgyhogy a kibeugrásokat kivágjuk. Ja, simán. Jó napot. Na, nagyon nagy a gyalás megy. Pedig szerintem annyira sokat nem kell gondolkodni. Meglátjuk. Most már kíváncsi vagyok, hogy hogy tudnak ezen ennyit agyalni. Addig a... Nem sok választáson pedig már. A stream elé jobb megjöttek. Megszületett a döntés, Itachit szeretnénk. Let's go. Well. Akkor a... Kizárásos alapban. Akkor a Laci a miénk ilyen. Akkor Laci a miénk. Arad szasszuk el. Teljesen jó. Yes. Na, akkor meg is van a team, akkor... Rendben. Annyit akkor beszéljünk meg, hogy azt beszéltük, hogy valaki lesz majd a csapatból, aki streameli a többieknek a meccseket így. Tehát lesz akkor külön ez az egyik lobby, a másik lobby, nektek így a voice chatre, és akkor abban a voice chatben ott majd valaki streameli a meccseket. Tehát, hogy már nem férünk be ennyien egy lobbyba a tizen. Úgyhogy... Jó. Így van, meg ugye az a másik, hogy szeretnénk, hogyha fölvenné akkor valaki az egy-egy lobbyba a voice-ot. Igen. Légy szíves. Hogyan tudok meg a shit talking közben, az nyilván. Csak a voice elég? Csak a voice elég, igen, igen. A videó meg lesz, majd max hozzáigazítjuk, hogyha úgy alakul. Nálunk ezt valaki tudja csinálni? Nekem vagy van OBS-em. Jó, tehát, akkor... Tehát meg tudom azt csinálni, hogy csak izét veszek fel hangot, akkor képet sem, te semmilyen képet nem fogok akkor felvenni. Jó, az nem baj. Jó, akkor ha felveszed, akkor ezt köszönjük. Hát én nem tudok felvenni, szóval... Nem nagyon én sem. Én pont ezért kérdeztem, hogy akkor hogyan legyen ez a megbeszélés a hangi kapcsolatban. Jó. Hát most úgyis lesz egy kis szünetünk tervezni meg ilyenek, úgyhogy akkor meg tudjuk beszélni. Kell segítség hozzá, akkor szóljatok, de nem bonyolult setupolni egy OBS-t erre a szintre valószínűleg. Ja. Meg tudom oldani én nekem is. Már tudott le, úgyhogy... Ja, meg tud oldani, Varni, akkor? Hát nekem Audacity-vel fel tudom venni, vagy OBS-sel, tehát... Ja igen, és akkor gondolkozzatok csapatnéven. Ja, gondolkozzatok csapatnéven. Az egyszerűbb, jó. Meg, igen. Meg nem az tudom, is. Hogy végül születtek-e logók, vagy nem volt rá erőtök. Nem tudom. Nekem nem volt. Tekintette, hogy ugye nem voltak meg a csapatok így. Jó lényegtelen, csak úgy rákérdeztem. Persze. Majd maximum, hát utólag igazából lehet. Nem tudom, hogy mikor akarjátok feltölteni. Ja, hát utólag rákolni a logót. Hát meg tudnám csinálni igazából filmorán, hogy rápatkolok logókat a videóra. Amikor összeillesztem a hangfájlokat is. Ja. Ja, egyébként, na mindegy, hát ezt majd megbeszéljük akkor a Tobit a chatbe. Ja, a mikrofon is legyen fölvé a tiétek, ne csak a desktop audio, ugye. És amúgy még egy dolog, hogy akkor most ki van P1-en és P2-en? Hát P1-en fog kezdeni az, aki kikezdte a picket, Z-apták. Z-apták lesz P1-en jelenleg, és akkor szerintem menjen úgy, hogyha elveszti a... elveszti a meccset, akkor az marad ugye a P1-en, aki nyert. Jó, szóval mindig a P1-es a nyertes. Igen. Oké, jó. Nekem jó. Többieknek is jó. Hát akkor jó. Vonuljunk a fanzba. És akkor mikor? Van, akkor lobby 2. Lobby 2. Hangpróba 1-2-3, hangpróba 1-2-3. Lehet felveszi a hangot, Bazat. Azt nézem most, szerintem video outputba fogom fel, habár... Ugye videó van beállítva, de... I will go now, mert ezt nekem is meg fel kell setup-ja, szóval good luck. Jó. Jó. Azt hiszem, hogy akkor most Félix már kiment, de zéjakták, akkor neked mondom, mint csapatkapitán, hogy akkor majd van ez a 5v5 chat, és akkor oda beírod, hogy kitaláltak, hogy ki lesz a következő emberetek. Akkor oda lehet írva. Jó. De ezt akkor most egy idei, vagy mikor? Vagy amint eldöntöttél? Nem, most... Várjatok egy pillanatot, szerintem most megállítom a felvételt, mert úgy sincs már értelme. Mert azt gondolom...